Donni hőseink! Ó, de messze van ide a nagy Oroszország, hol sok magyar szívből eltűnt a boldogság. Sok-sok honvéd ajkán megfagyott a sóhaj, mielőtt az ég felé felszállhatott volna. Nem égett ott gyertya, nem ragyogott kereszt, csak a halál muzsikája zengett fejük felett. Néma temető lett a Don kanyar partja, ott lett temetője sok ezer magyarnak. Nincs ott emlékfa, nincsen ott sírkereszt, nem szólt ott harangszó, csak az ágyú dörgött. Süvöltő szelek hordták a sok havat, haldokló honvédek testét betakarva. Nem édesanya kéz simogatta arcuk, szerető feleség ott nem zokogott akkor. Sok kicsiny árva, nem ismert édesapát, és nem vitt virágot, mert nem tudta hová. Idegen földnek lettek a lakói, szerte vitte a szél a hősök hamvait. Haldokló szavukat vitte a süvöltő szellő, siratta őket a fagyos, hideg eső. Drága szeretteik ismeretlen tájon pihennek csendesen. Őrködik felettük Isten áldó keze. Ó, drága hőseink, ma is értetek szól imám, hogy a tiétek legyen az áldott mennyország. Ó, édes Istenem, vedd magadhoz őket, ártatlan hősöket, a sok szenvedőket. A Szent Háromság nevében nyugodjanak békében, akiknek édes hazánkért folyt ki a piros vére, kik messze távolban, ideden országban nyugosznak közös sírban. Fájó szívvel emlékezünk a ti szenvedéstekre, akik ott a csatatéren meghaltatok a vérben, kik messze távolban, idegen országban nyugosznak közös sírban. Nem tudjuk, hogy hol sírodok, nem hittük rá világot. Értetek a jó Istenhez, mennybe küldjük imánkat. Kik messze távolban, idegen országban nyugosznak közös sírban. Koszorúkat nem vihetünk a ti sírhalmotokra,
mert nem tudjuk, hol van a sír az idegen országban. Kik messze távol van, idegen országban, nyugosznak közös sírban. Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a megemlékezésre megjelent kedves vendégeket, családtagokat, érdeklődőket. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Gergász Lászlóné Pannika engem kért meg az idei megemlékezés megnyitójára. Személyes érintettségem van, hiszen apai nagyapám Horváth Gáspár a II. Világháború áldozatai között szerepelt. Erről az eseményről, illetve bármilyen olyan történésről, amely emberek életét követeli, talán csak azt tud érdemben beszélni, aki maga is átélte. Mi, akik őrizzük a múlt emlékét, szerencsére csak részinformációkkal rendelkezhetünk. Könyvek, dokumentumok őrzik a múlt nehéz napjait, nehéz éveit, de a valódi borzalmakat családtagjaink, magyar hőseink élték át. Pannika arra kért, hogy a hidegre való tekintettel csak röviden családi vonatkozásainkat is megemlítve köszöntsem Önöket. Tisztelt emlékező közösség! Ma a II. Világháború áldozatainak emlékhelye előtt emlékezünk meg a Doni áttörésről, a Doni tragédiáról, a Doni ütközet áldozatairól, hőseinkről. Hőseinkről, akik felmenőink közül kerültek ki, innen Fertőszer Miklósa és környékéről, például Sarót, Süttör, Agyagos Szergény, Petőháza, Fertő Endrét, Fertő Széplak és a környező települések. A Doni tragédia a totális vereség szinonimájaként él, ma is sajnos a magyar köznyelven. És talán nem véletlenül, hiszen több mint 140 ezer honfitársunk, köztük számos helyi hőskatona adta a legdrágábbat, az életét, a hazáért. A hazánkért 2000 kilométerre az otthontól, a családtól, mínusz 40 fokos hidegben, a rettentő túlerővel szemben, a kilátástalanságban, embertelen körülmények között áldozták életüket, és most jeltelen sírokban fekszenek, mert teljesítették a parancsot. Azt a parancsot, amelyet a nagyhatalmak játékszereként kivezényelt II. Magyar Hadsereg vezetői adtak ki, sok esetben hiányos ismeretek birtokában. Családi kötődésem apai nagyapám révén van a nehéz időkhöz, akit soha nem ismerhettem meg. Horváth Gáspár honvéd, Bújtás Terézia és Horváth Sándor gyermeke, aki 1904-ben született. A háború idején is itt Fertőszer Miklóson élt feleségével, Bencsics Borbálával, és két gyermekükkel, az elsőszülött Ferenccel, aki 10 éves volt, és húgával, Teréziával, aki 8 éves. 1942-ben 38 évesen sorozták be Csáktornyára, ahonnan egyszer hazaengedték családjához, mindössze 5 napra. Majd az eltávozás után Balatonszentgyörgyön kellett jelentkezniük további parancsig. Édesapám visszaemlékezéséből még most is elevenen élnek azok a percek, amikor Terike húgával és édesanyjával kísérték édesapjukat a vasútállomásra. Nagyapám katonaruhában, katonai kabátban volt, oldalán szuronyt viselt. Az akkor 10 éves apám gyermekként kíváncsian és talán riadtan szemlélte ezt a szokatlan öltözéket. Nagyanyám, a szerető hitves nagyapám után utazott Balatonszentgyörgyre, hát ha valahogy visszatarthatja kedves férjét. Az életennél keményebben alakult. A katonákat, köztük Gáspár nagypapámat, itt bevagónírozták, majd feltételezések szerint Kijevbe, majd a frontmezőre szállították. A személyes emlékeink között őrzünk egy fotót két katonatársával, az Ágfalvi Andrással és a Fertőszent Széplaki Élő Lászlóval. András a katonatárs hazatérve mesélt közös élményeikről, és arról, hogy nagyapámat hasilövés érte, és ennek következtében
az összecsapásban hunyt el. Eltelt azóta 74 év, az egykori gyerekek Terézia és Ferenc már időskorba értek. De születésnapokon, halottak napján, vagy akár amikor előkerül a szó, még a mai napig vérző szívvel siratják idejekorán tragikusan elvesztett édesapjukat. A feleség Borbála nagymama egy életen át hazavárta férjét, és egyedül nevelte fel két gyermekét. És nem ő volt így egyedül. A háború olyan sokszor idegen értékeket szolgált, kitéve az embereket a szenvedésnek, a sorscsapásoknak, az értelmetlen küzdelmeknek. Mennyi fájó szív, mennyi nehéz óra. Mindez nem múlik el egy emberöltő alatt sem. A háború emléke figyelmeztet, hogy vigyázzunk a békére. Figyelmeztet, hogy folyton adjunk hálát a békért, a jólétért, az életért. Tisztelt emlékező közösség! A Doni katasztrófa egy jelkép. Jelképe az értelmetlen szenvedésnek és a pusztulásnak. Jelképe a felelőtlen politikai döntés szörnyű következményeinek. De ugyanakkor jelképe a hősiességnek, az önfeláldozásnak és a hazaszeretetnek is. Ismernünk kell a történelmünket, hogy abból tanulhassunk. Annak a népnek, annak a közösségnek van jövője, amelyik megsiratha kell, megbocsát, de nem felejt soha. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a múltban mennyi bátor hazafi áldozta életét, köztük a Doni hősök is, azért, hogy nekünk elkényelmesedett utódoknak békésebb, szebb, jobb életünk legyen. Soha ne felejtsük, ténylegesen csak azok halnak meg, akikről elfeledkezünk. Legyünk azon, hogy az emléknap mindig megmaradjon figyelmeztető jelként, a béke jeleként. Tisztelegjünk a hősök előtt, és kérjük az Urat, adjon hajlékot lelküknek odafent az égben. Aminek bodri kutyány, kiszokott a falu végre járni. Meg-megáll a kereszt útnál, minden este valakire várni. Jó pár éve van már annak, hogy igazáját odáig kísérte. És azóta minden este kiballag a falu végre ére. Ami öreg odri kutyánk, még mindig a falu végén járja. Jönnek, mennek az emberek, de hűgazdáját sehol sem találja. Valahol a Don kanyarban, piros félét idegen földi szab. Vele haza bodri kutyám, a te gazdád nem jön többé vissza. Valahol a Don kanyarban, piros félét idegen földi szab. Gyere haza bodri kutyám, a te gazdád nem jön többé vissza. Világ verő nagy csatárban, apák fél.
szép hazának gyermekei, enyhülnek szívelek. Vértanújítok lelkéből, hős erőt merítsetek, lesz még szerint is emlékezzünk a Fertőszent Miklósi áldozatokra. Ábrahám József, honvéd, eltűnt 1943. január 28-án. Benvenuti Gábor őrvezető, eltűnt 1943. január 18-án. Bokori Kálmán őrvezető, eltűnt 43. január 14-én. Bokori Sándor honvéd elesett 1942. augusztus 11-én. Borsodi András honvéd eltűnt 43. február 4-én. Böröc Miklós honvéd eltűnt 1943. február 2-án. Csiszár Géza honvéd eltűnt 1943. januárjában. Fülöp János őrvezető eltűnt 1943. január 28-án. Fülöp János honvéd eltűnt 1943. január 11-én. Gergács Lajos honvéd elesett 1942. augusztus 17-én. Fazekas Géza őrvezető eltűnt 1942. július 12-én. Fekete Pál tizedes eltűnt 1943. januárjában. Fodróci Géza honvéd eltűnt 1942-ben.
Holper Géza honvéd eltűnt 1943. január 28-án. Horváth Gáspár honvéd elesett 1943. januárjában. Horváth József honvéd elesett 1943. január 12-én. Horváth József honvéd eltűnt 1943. januárjában. Illés Kálmán honvéd eltűnt 1943. február 3-án. Jagadics József honvéd eltűnt 1943. januárjában. Koronika Miklós honvéd eltűnt 1943. január 12-én. Kovacsics Jenő honvéd eltűnt 1943. január 13-án. Kovacsics Jenő honvéd eltűnt 1943. január 19-én. Kovacsics Miklós tizedes szakaszvezető hadifogságba esett 1943. január 25-én. Lukácsi Ferenc honvéd eltűnt 1943. januárjában. Markó Gyula honvéd eltűnt 1943. január 27-én. Pála Miklós honvéd őrvezető eltűnt 1943. február 6-án. Sárvári József tizedes eltűnt 1943. január 13-án. Szabó János tizedes szakaszvezető eltűnt 1943. február 2-án. Szalai István honvéd eltűnt 1943. januárjában. Tihanyi Jenő őrvezető eltűnt 1943. január 13-án. Városi István honvéd eltűnt 1943. január 12-én. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben, az örök életben. Amen. Fogolyénekkel imádkozzunk a hadifoglyokért, hadirokkantakért, azokért, akik testileg, lelkileg meggyötörve hazatértek, és hosszú ideig a társadalom peremén éltek. Imádkozzunk a hadi özvegyekért, hadi árvákért, azokért a családokért, akiknek az egész életét végigkísérte a Doni tragédia fájdalma. Ó, nézd le, édes szűzanyán, hű magyarjaidra, vigasztaló erőt napfény adjál fiaidra. Kegyelmes jó anyád, tekints a foglyokra, ó nagy irgalmos szűzanyád, vezesd őket haza. Messze idegen fogságban szenvednek fiaim, benned bíznak, Szűz Mária, segítsd őket haza. Kegyelmes jó anyám, tekints a foglyokra, ó nagy irgalmú Szűz anyám, vezesd őket haza. Szűz Mária, magyar foglyok, védő nagyasszonya, messze idegen országban légy remény csillaga. Kegyelmes jó anyám, tekints a foglyokra, ó nagy irgalmú szűz anyám, vezesd őket haza. Ó, tekintsd az anya könnyét, gyermekek imáját, segíts haza a fogságból, fiút, testvért, apát. Kegyelmes jó anyám, tekints a foglyokra, ó, nagy irgalmú szűz anyám, vezess őket haza.
Felkérem polgármester urat, igazgató urat, plébános urat, hogy szíveskedjenek a megemlékezés virágait elhelyezni a keresztövében.